Ezek a fiatalok még a tanulmányaikat folytatják, a mindennapjaik a képzésről szólnak, de hamarosan a munkavilágába kerülnek, ki egy jó szakmával 18 évesen, ki pedig felsőfokú tanulmányait követően. Sok településen szeretnék, ha a fiatalok nem mennének el más országokba vagy városokba, így különböző támogatásokkal segítik őket. Ilyen a Keszthely Hazavár program is, amelyben közel 200 millió forint támogatási összeg áll rendelkezésre. Ebből bérlakásprogram, rezsitámogatás, keresetkiegészítés, tanulmányi ösztöndíj és első lakáshoz jutás, valamint képzési támogatás is megvalósítható. 16-35 éves fiatalok a célcsoportja a projektünknek, 18 és 35 év közötti fiatalok pénzügyi és lakhatási támogatásokat is kaphatnak a projektből, a 16 évnél idősebbeknél pedig különböző támogatásokat és szolgáltatásokat is nyújtunk a projekt keretében, illetve a tervezéshez kapcsolódó pályaorientációhoz kapcsolódó munkaszerzési ismeretekhez kapcsolódó előadásokat, programokat szervezünk. A program harmadik tájékoztató előadását tartották a Balaton Színházban, ahol a Pannon Egyetem Georgikon karának docense a személyes motívumrendszerekről, életpályákra való felkészülésről beszélt a fiataloknak. Az elvándorlástól függetlenül is nagyon fontos az, hogy az ember a saját életpályáját tudatosan tervezze meg, és hát ugye mi a Georgikon karon erre mindig nagy hangsúlyt fektettünk a tehetséggondozásra és a különböző hallgatóigényeknek a kielégítésére, és hát ugye maga az is nagyon fontos már a beiskolázás és egyéb tevékenységek során, hogy olyan hallgatókat, olyan fiatalokat szólítsunk meg, akik később beválnak a pályán. A különböző kompetenciák témakörében a fiatalok hallhattak tanulmányokat, modelleket a munkastílusokról, a munka értékéről és a fejleszthető helyes önértékelésről. A Keszthely Hazavár program támogatási konstrukcióira az év nyarán már pályázhatnak azok a fiatalok, akik visszatérnek szülővárosukba, vagy akik Keszthelyen szeretnének munkát vállalni és letelepedni.